Mit mutatnak a számok pontosan, és önök mit olvasnak ki ebből a mérlegből? Hát először is én arra hívnám fel a figyelmet, hogy most arra jutottunk oda, hogy ha a főpolgármester úr számokat, statisztikánkat, vagy elemzéseket említ, akkor az első blikre ne higgyük el, hanem menjünk és nézzünk utána. Tény és való, hogy azzal, hogy cégek összevonásra kerültek, akkor bizonyos vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok száma elvileg csökkenhetett, sőt adott esetben valami minimális belső adminisztratív megtakarítás is található, ami jó és ez dicséretes, tehát emiatt mindenképpen csak bátorítanánk a főpolgármester urat. Ellenben az, hogy a közterületekről a kukákat leszerelik, az, hogy folyamatos létszámhiánnyal küzdenek ezek a cégek, ugye egy évvel ezelőtt durva leépítésekről is lehetett hallani, az pedig azt mutatja, hogy nem feltétlenül jó az az irány, ami most jelenleg van. De a legegyszerűbb dolog, én ezt ajánlom mindenkinek, és főpolgármester úrnak is, szálljon ki a szolgálati autóból, az hagyja el a buszsávot, semmiképpen ne ott menjenek, és tegyen egy sétát, akárcsak Budapest belvárosában, de a külső kerületekben is, hogy milyen közállapotok uralkodnak. Tehát én nem akarok senkit sem meggyőzni arról, hogy szemetesebb a Budapest, hogy a kukákból folyik-e ki a szemét, hogy az utcákat újra ellették-e a szerencsétlen sorsú hajléktalanok, hogy egyébként a fű, a zöld területek nincsenek gondozva, nincsenek rendesen kasszálva, hanem egy táblát tesznek ki, hogy még legelő, még akkor is, hogyha ez egy kétszer-kétsávos út közepén, egy másfél méteres sávban van, ahol élőlény nem tud megmaradni, nemhogy az ilyen érzékeny méhek. Tehát, hogy én azt gondolom, ez döntse mindenki maga, hogy milyen állapotokat tapasztal a városba. A számháborút meg hagyja a főpolgármester úrra. Nem tudom, hogy az-e a célszerű, hogy ő ilyen számokkal akarja bizonygatni, hogy tisztább a város, ki kell menni és megnézni, hogy valóban az-e. Egy másik ügyről is beszéljünk, hiszen egészen megdöbbentő ötletről olvashattunk a napokban, mégpedig arról, hogy a Gellért-hegy elnézést egyik részét Nelson Mandeláról, a dél-afrikai kommunista politikusról kívánják elnevezni. Ez ön szerint hogyan szökkenhetett szárba ez az ötlet a főváros berkein belül? Én onnan közelíteném meg a kérdést, hogy bármikor, amikor létrehozunk valamit, pláne a nemzet fővárosában, és pláne úgy, hogy az elvileg egyedülálló, legalábbis abban az indoklásban, amit a főpolgármester úrtól hallhattunk, hogy ez a fajta landart, tehát ez a természetes művészet, amikor az installáció és a zöld környezet az együtt él és együtt formálódik, ez első és ilyen újszerű Budapesten, de az egész országban, akkor azt kell eldönteni, hogy mi a célunk mondjuk ennek a létrehozásával, illetve az elnevezéssel. Ugye nyilván egy elnevezéssel lehet emléket állítani valakinek. Egy elnevezéssel, vagy pláne ha egy szeméről van szó, akkor annak a személynek a munkásságával, életével lehet üzenni a jelenkornak. De az is lehet, hogy azért nevezünk el egy helyet, egy bármit, valakiről vagy valamiről, mert azzal akarjuk fölhívni a figyelmet, és annak a helynek mondjuk a turisztikai vonzerejét vagy látványosságára akarjuk fölhívni a figyelmet, ezt fontos eldönteni. És ha már egy ilyen első és ilyen úttörő jellegű művészeti, kertészeti ötvözetet akar megvalósítani a főváros, akkor tisztelhetné annyira a budapestieket, és tisztelhetné a magyar nemzetet annyira, hogy mondjuk egy magyar Nobel-díjasról, ha már mindenképpen itt ki volt hangsúlyozva, hogy ő béke Nobel-díjas, Nelson Mandela, akkor mondjuk egy magyar Nobel-díjasról nevezi el. Hogyha a természet közeliséget akarjuk nézni, lehet Szent Györgyi Albert, vagy hogyha azt mondjuk, hogy a közéleti, vagy a társadalmi kérdésekről való üzenet, akkor Kertész Imre. De miért van ez a kényszeres magyar ellenesség? Tehát miért nem tud a nemzet fővárosának főpolgármestere egy magyar emberről elnevezni egy ilyen parkot? Ha ezt létre akarják hozni, én kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Nem tudom, hogy most ez a legfontosabb feladat a fővárosban, hogy egy ilyen landart parkot hozzanak létre, de ha ez most fontos és jó, ám legyen, de az elnevezésnél mindig óvatos lennék. Egyrészt tisztelném a magyar nemzetet és a magyar hírességeket,
azért inkább róluk neveznék el egy parkot. Most függetlenül attól, hogy Nelson Mandela munkásságával kapcsolatban kinek mi a véleménye, törekedni kell arra szerintem, pláne hogyha közterületeket, pláne hogyha ha ilyen kiemelt jelentőségű helyeket nevezünk el, hogy mindenképpen olyan szeméről legyen elnevezve, aki nem megosztó, akinek a munkásságával kapcsolatban csak szinte pozitívumok vannak, és az egész életével példát tud mutatni mindannyiunknak. Én most nem mennék bele a történelmi elemzésbe, ugye nyilvánvalóan a békeharc, a rasszizmus és a társadalmi kirekesztés ellen nagyon jelentős eredményei vannak Nelson Mandelának, de nyilvánvalóan meg lehet ítélni azt az időszakot is, amikor már elnökként, egy ország vezetőjeként olyan állapotok alakultak ki, amilyenek, ami szintén, hogy mondjam, már kétségeket vethet föl. Nyilvánvalóan az a munkássága, amit előtte végzett, az a része megkérdőjelezhetetlen, de én nem is erre helyezném ki a hangsúlyt, hanem arra, hogy ha már van egy ilyen újszerű újítás, egy ilyenfajta park létrehozása, akkor próbáljuk már meg magyar hírességekről elnevezni.